Mintegy 5000 szakdolgozó foglalkozik folyamatosan a betegekkel a Debreceni Egyetem Klinikai Központjában. Ők a megfelelő körülmények biztosítása és a szakszerű ellátás mellett nagy hangsúlyt fektetnek arra is, hogy rendszeresen fejlesszék tudásukat, ezzel is segítve a betegeket. Erre pedig remek alkalmat kínál a Juhász Zsuzsa szakdolgozói konferencia, ami amellett, hogy egy szakmai találkozó, még arra is lehetőséget biztosít, hogy a különböző részlegek jobban megismerjék egymást, ezzel is hatékonyabbá téve a közös munkát. És a szakmaiságon túl a másik vonal pedig az, hogy azok a kollégák találkozhatnak ezen a rendezvényen, akik nagyon ritkán tehetik ezt meg, hiszen olyan rohanó életet élünk, és ez az egészségügyben is jellemző, hogy egyszerűen nincs arra idő, hogy megálljunk, lassítsunk, hogy egymással találkozzunk. Az egész napos konferencia során 4 szekcióban összesen 28 előadást hallgathattak meg a résztvevők. Szó volt többek között a családbarát ellátásról, vagy éppen a mesterséges intelligencia alkalmazási lehetőségeiről. Az eseményen mindezek mellett átadták a Juhász Zsuzsa emlékérmet is. A díjat minden alkalommal olyan egészségügyi dolgozónak ítélik oda, aki munkájában kimagasló teljesítményt ért el, és az ápolói, betegellátói hivatást magas szinten műveli. Idén Zólyomi Ágnes nyerte el az elismerést, aki már 40 éve az egészségügynek szentelte az életét. Óriási boldogságot érzek. Valamikor, nem tudom mennyire hallgatták a beszél, vagy amit mondtam, de segédápolóként kezdtem itt. Tehát ideiglenesen jöttem ide a klinikára, hogy hát majd lesz valami 18 évesen, és hát hál' Istennek idáig jutottam, hogy mindent megtanultam, amit meg kellett, és ezek szerint a vezetőim is azt gondolták, hogy úgy végzem a feladatomat, ahogy kell, és ezt elismerték ezzel a díjjal, úgyhogy nagyon boldog vagyok. A rendezvény minden alkalommal rendkívül népszerű, idén is mintegy 400-an vettek részt rajta.